Megemlékezésünk elején hallgassuk meg a záró felvívójelét. Magyarországon, melynek 20 millió lakosa volt, 3 millió katona
oldalán mozgósítottak a nagy háborúban, vagyis az első világháborúban, és közülük csak 1568-an kapták meg ezt a kitüntetést. Ez számszerűen 0,52%. A kitüntetést akkor lehetett adományozni, ha az illető a csata menetében egy-egy reménytelennek tűnő harci cselekményben oly mértékben beavatkozott élete kockáztatásával, hogy annak sikeres kimenetelét döntő módon befolyásolta a monarchia javára. A hőstettek, mert hogy ismerjük szinte mind az 1500-at, széles a palettája. Volt, aki egymaga kézikusában 17 orosz katonával végzett, és volt olyan szanitéc, aki többsebesült bajtársát mentett ki a pergő közből. Ezen cselekményeket több szemtanúnak kellett függetlenül bizonyítania. Szakmai belgekben a mai napig annyira magas az értéke ennek a kitüntetésnek, hogy a Honvédelmi Minisztérium úgy ítélte meg, hogy az 1568 vitéz életútját felkutatja, és ez a munka immár 10 éve folyik. 2018-ban jelent meg egy könyv, mely az aranyvitézségi érmesekkel foglalkozik, a címe Virtus dolgában töretlen. 1920-ban Horthy Miklós kormányzó megalapította a vitézi rendet, melyben bárki, aki harcolt az első világháborúban, kérhette felvételét. Azonban, aki aranyvitézségi érmet kapott, azt azonnal felvették, s több dologra is jogosult lett. Vitézi előnév, vitézi földbirtok, vitézi ház és egyéb juttatások. Volt, akinek nevét kellett magyarosítania egy felvétel előtt. Azonban az aranyvitézségi éremmel kitüntetettek 1945-ig havi életjáradékot is kaptak, 20 pengőt. Ennek értéke a két háború közti mestis lágert alapul véve, havi 200 pengő fixel, az ember könnyen viccel. Tehát 20 pengő jó pénz volt. A második világháború után ezek a vitéz emberek is az istentelen szocialista rendszer ellenségei lettek. Volt, akit száműztek otthonukból, másokat megaláztak a település pártállami vezetői, sokakkal együtt földjeiket elvették. Nem maradt más, mint a csend, hallgatás és tűnődés. Vitéz Póca Gyula is, aki önök között élt Kenyeriben, ismerte a Szentírást. Tudta, hogy a Bibliának igazsága van, amikor arról az emberről beszél, aki okos módon házát sziklára építette, és van a balga ember, a szocialista ember típus, aki házát homokra építette. A Szentírás nyilván önök is ismerik, így azt is tudják, hogy semmit nem ér a munkájuk, ha nincs rajta az Isten áldása. Így aztán bizonyosan Póca Gyula is úgy múlt ki ezen világból 1955-ben, hogy tudta, Isten és ember nem tisztelő rendszer nem tarthat örökké, mert alapjai homokon állnak. Széchenyi István gondolatai a legnagyobb magyar gondolataiként ide kívánkozik ezen ünnepi alkalomra. Tisztelve mondta, hogy érthesd a jelen és munkálkodhassa jövőt. Ha így teszünk, akkor tudunk egy élhető, értékesebb, gazdagabb kenyeri, egyébként Magyarországot építeni. Gondolataim zárásaként elmondom a Magyar Hiszek egy első verszakát, mely a két világháború között az iskolában imádság volt, és ami biztos Vitéz Póca Gyula is többször elmondott. Ezen imádság ma is időszerű. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy Isten örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. A trianoni békediktátumra is emlékezünk most 2020-ban. Adja Isten, hogy úgy legyen, miként a magyar hiszek egy. Köszönöm figyelmüket! Most pedig felkérem Babos Sándor őrnagyurat, a 11-es katonai igazgatás és érdekvédelmi iroda vezetőjét, hogy mondja el emlékező beszédét. Tisztelt emlékező közösség! Köszöntöm Önöket Vitéz Póca Gyula tartalékos szakaszvezető tiszteletére rendezett megemlékezésen, emléktábrájának átadásán, megáldásán. A magyar történelem bővelkedik olyan korszakokba, ami az adott időben és az adott pillanatban sorsfordító eseménynek, hazánk sorsának alakulásában mérföldkőnek bizonyult.
Gondoljunk csak vissza szabadságharcainkra, forradalmainkra, vagy éppen az első és a második világháború történéseire. A történelmi események mellett emlékezni kell azon emberekre, akik a vérzivataros időknek meghatározó személyiségei voltak, vagy annak éppen hősi halottai lettek. Mindannyian tudunk olyanokat felsorolni, akik az adott korszak történelmi alakjai, kiknek a nevei és a tettei örökre beíródott krónikák napjaja. Ezen országosan ismert nevek mellett számtalan olyan személyiség is létezik, aki egy kisebb közösség, egy megye, egy település emlékezetében élnek. Olyan személyiségek, akik egy közösség hőseként jeleníti meg a történelmi eseményeket, vagy azok helyi vonatkozásait. Ezt bizonyítják országszerte az emlékművek, emléktáblák sora, vagy éppen egy-egy temetőben gondozott sír is. A helyben található emlékhelyeknek rendkívül nagy szerepe van az adott település történelmi emlékezetének megtartásában, de az adott közösség önazonosság tudatának, lokálpatriotizmusának megőrzésében is. Minden közösségnek meg kell találnia azokat a fontokat, amelyek lehetővé teszik az itt élő számára a múlt, a jelen és a jövő közötti egymásra épülés folytonosságát. Ilyen hely Vitéz Póca Gyula életének tere és lakhelye is. Póca Gyula 1883-ban született Kapuáron, és az első világháborúban a soproni 76-os császári és királyi gyalogezredben szolgált. Őt is csak az vezérelte, hogy esküjéhez híven szolgálja hazát, és igyekezzék túlélni a háborút. Azt harsogta a korabeli sajtó 1914. augusztusában, mire a falevelek lehullanak, arra szeretteitek körében otthon lesznek. Gondolom, jó ember módjára ő is úgy volt vele, hogy a kukoricatörés környékén itthon lesz. Márpedig 1914 ősze helyett Póca Gyula 1916. januárjában súlyosan sérülten tért haza, majd később megházasodott. Melkasán a következő kitüntetésekkel büszkén vetetett. Legénységi aranyvitézségi érem. Első osztályú ezüstvitézségi érem. Másodosztályú ezüstvitézségi érem. Sebesülési érem háromszor. Károly csapatkereszt, illetve háborús emlékérem. Óca szakaszvezető, mert hogy időközben a Honvédból szakaszvezető lett, bizonyította rátermettségét, elszántságát, hazafias bátorságát. Mi volt az a hőstette, melyel az aranyvitézségi érmet kiérdemelte? A második ismazói csata alatt 1915. augusztus 2-3 között az olaszok kezére jutott Monte dei Sei Busi ellentámadással visszaszerezték. Augusztus 6-án és 7-én kiújultak a támadások, elsősorban Doberto nyugati szegélyén. Az erős olasz tüzérségi tűzzel előkészített támadások sok veszteséget okoztak. A harcokban a 31/3. Zászlóhajban szolgáló Flesár román szakaszvezető, Póca Gyula a 76/3. Zászlóhaj szakaszvezetője, és a 3. vadász zászlóhajból Veszeli Gyula fővadász érdemelte ki hősiességével az aranyvitézségi érmet. Tisztelt emlékezők! Üzenek Kenyeri lakóinak, vagy ha úgy tetszik mindannyiunknak, Vitéz Póca Gyula. Üzen, mivel elsősorban példával mondani. Egyértelmű az üzenet, és mondani valója éppen olyan kristálytiszta, mint az emléktáblák portréjának tekintete. A mindennapok helytállásával hősök lehetünk mi magunk is. Hős az édesanya és édesapa, aki gondoskodik a gyermekeiről, a magyar jövőről. Hősök lehetünk, ha önzetlen és odaadó tagjai vagyunk egy házközösségünknek, a településünkön nem vagyunk közömbösek, hanem tevőnek is. Hősök lehetünk, ha tisztességesen végezzük a dolgunkat, ott, ahova Jóisten rendelt. A ma élő generációk többsége számára
szerencsére már messze került minden háborús borzalom élménye. A 20. század világháborúiból hazatérő katonákra vagy hősi halottakra már egyre kevesebben emlékeznek azok közül, akiket ők szerettek, akik őket szerették. De az idő egy könyörtelen mondás. Kötelességünk emlékezni, mert sosem feledhetjük el azt, hogy csak annak a népnek van jövője, amely ha kell megsirat, ha kell megbocsát, de el nem feled soha. Emlékkából megszentelése következik, és úgy, ahogy a vénbiztességet mindentől kihalandónak egy házunk megadja, mondjuk el a vénbiztesség imádságát, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltességben a nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldottad te az asszonyok között, és áldottad te néhetnek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Adj Uram örök nyugodalmat nekint, és az örök világosság fényeskedjének. Nyugodjék békességben. Amen. Áld meg és szenved meg úgy az emlékámat, hogy még azok, akik ellátni, ezelőtt imádkoznak, hogy ellátkedve elmúlt ókarulláért, az elmúlt katonákért, az elmúlt családokért, a valós harcokban és az életharcaiban megfáradt és elesettő hősökért imádkoznak, nyerjének, reményeinek a beteljesedését, szeretetüknek a jutalmát és hitüknek a növekedését, és ekkor majd az örök boldogságot. Amen. Állj meg, és szentelben mond ezt a tálát az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Áldja meg, és szentelje meg a mi életünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Emléktábla előtti koszorúzás következik. Tűzhető vigyázz! Fogadás középről! Tisztelnék! Az emléktábla előtt koszorút helyez el Kenyeri Község önkormányzata nevében Svedics Tibor polgármester és Pölnec Tamás alpolgármester. Most pedig átadnám a szót Kenyeri Község képviselőjének. Tisztelt vigyázz! Vigyázz! Kenyeri Község önkormányzata és a magam nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek ma ide a templomban közösen emlékezni. Emlékezni valakire, akit ezzel a kis emléktáblával ma visszahoztunk a kult homályából, ahogyan azt az előttem szólók elmondták. Emlékezni valakire, aki több mint 100 évvel ezelőtt felderítőként hősiesen helytállt a szerb fronton, majd az olasz fronton, az Isonzó mellett golyószáporban épített drótakadályt, és sokszoros túlerővel szembe sem adta fel sem magát, sem társait. Ő nagyon részletesen kitért már a háború időszakában történt eseményekre, Vitéz Póca Gyula szakaszvető hőstetteire
Én azonban ma csak Gyulával, a pályaverő felvigyázóval szeretném önöket megismertetni, aki közel 40 évig élt itt kenyerében, a kenyeriek és a rálakáskériek között. A történetet ott szeretném folytatni, amikor a katonai szolgálata után 1916-ban hazatért Magyarországra. A jó kiállású 22 éves Gyula hamarosan a háború után megismerkedett Hasper Martinával, akivel Sopronban kötöttek házasságot. Itt szerzett tudomást arról, hogy a háború után nagyon sok áráshely megüresedett a falunkat is átszelő feltővidéki vasútnál. Ekkor jelentkezett a vasúta 11. esetnél, hogy a kenyerében meghirdetett vasúti pálya felvigyázó állást megnyerje. És sikerült is neki, a Gyulának a feleségével együtt elhagyták Sopront, és beköltöztek a ma is álló pályamesteri épület szolgálati lakásában. Az 1920-as években tehát kenyeri lakosok lettek, szerették a falut, szerették az itt élő embereket, a falubeliek pedig megszerették a Póca családot. Bizonyára boldogok voltak itt. Örömük az évek során három gyermekük is osztozott, Teréz, Mária és Gyula, akiket a családban és a faluban is a becenevükön szólítottak csak. Így lett Terézből Baba, Máriából Linci, az ifjabbi Gyulából pedig Kubi. Gyula felesége szeretettel nevelte a gyerekeit, Gyulát szerették a vasúti beosztottjai, Gyula pedig szerette az életet. Munka után szívesen ücsörgötte a puli kutyájával Zolével a vonatokat figyelve, mindenem volt a vadászat, de egy jó mulatozásnál semmit sem szeretett jobban. Varga Imre bácsival beszéltem a múlt héten, ő mesélte, hogy egy jó mulatozáshoz, ha mulatni támad kedve, akkor nem zenészeket hívott, hanem inkább napszámot fizetett ki egy jól éneklő nótás rábakecskének, és tudta, hogy ő nem fog kifogyni akár reggel is a dologból. Felszabadult vidám ember volt a munkájában és a magánéletében is. Gyula gyermekei megnőttek, mindegyikük a maga boldogulását kerestek. Az ifjabbi Póca Gyula házasságkötése után feleségével itt van a kenyeriben is. Egy kislányuk született, akik azonban 1956-ban emigráltak és Kanadába költöztek. Gyula második lánya, Mária, kenyerítől 6 vasútállomással odébb költözött el, Fertőszentmiklósra, ott talált magának férjet, és idős koráig ott is dolgozott, édesapjához hasonló haszonló vasúton, állópénztárosként. Másik lánya, Teréz, egy kicsit közelebb, itt a szomszédos Pápocon találta meg az élete párját, egy ifjú tanító személyében, akit Takács Kálmának hívtak, aki 1929 és 1968 között, 40 évig dolgozott a pápolci iskolában. Gyula, amikor idős korához közeledett, tudta, hogy eljön az idő, amikor ki kell költözniük a szolgálati lakásból, ezért 1940-es években a Gidában, a mai Béke utcában megépítette a mai álló lakását, családi házakat, amit a szokásoktól eltérően és egy vitézhez méltóan nem két ablakosra, hanem három ablakosra épített meg. És a három ablak nézett az utcára. Igaz, hogy akkor az utcáról sem beszélhetünk még, mert Kuza és Kukoricamező között érkezett az, aki kenyeribe érkezett ezekben az években, és összesen csak két ház állt a Gidában. Mikor Gyula elérte a nyugdíjazását, elkészült a családi házas is, oda költözhettek. Sokáig azonban nem élvezhetnék együtt felségével a nyugdíjas éveket, mert Gyula a mindig vidám polgármester, ahogy említették előttem, 1955. március 8-án örökre lemondta a szemét, a Kecskéni családi házunk egyik utcára néző szobájával hozták fel. Március 10-én helyezték örök nyugalomra Rába Kecskéni temetőbe, síre felett Horváth István egykori plébános mondott temetési szertartást. Gyula felesége Martina továbbra is itt maradt kenyerében, de egyedül a Gyula által épített háznak csak egy kis részét lakta. Gyakran járt a Kecskényi temetőbe a férje sírjához imádkozni. Az egészsége ugyan már nem volt a régi, de lánya, Teréz, aki itt lakott szomszédos Pápacon, minden nap imádkozott őt. Aztán a 60-as évek végére megromlott az állapota, és Fertőszentmiklósra költözött Minci lányához. A nagy gidai házat eladták, hamarosan az árából építettek egy másik házat Fertőszentmiklóson, ahol haláláig élt a édesanyja a lányával együtt. Az építéssel egy időben Gyula feleségének kívánsága is teljesült, aki azt szerette volna, hogy mi
minél tovább a fényelmet lehessen, így a leányai exhumáltatták édesapjának a sírját, és a Rákakecskéri temetőből fertőszentmiklósra szállították át Gyula koporsóját. Itt talált végül végső nyugalomra az egykori vitéz, pályafelvigyázó felesége is, akik közel 40 évig laktak itt a mi falunkban. Az általam elmondottakat hallgatva biztos önök is elgondolkodnak azon, hogy honnan sikerült ennyi információt megtudnom a Bóca családról. Most néhány segítőkész ember segítségével megtaláltam Gyula egyik leányának, a szomszédos Pápacori Teréznek a keresztlányát, akit szinte családtaként szerettek a Bóca családba. Az egykori keresztlány már a nyugdíjas tanárnőként éli az életét, és volt olyan kedves, hogy elmesélte nekem, hogy amit önökkel is most megoszthattam. Úgy volt, hogy mai nap itt lesz velünk, de megbetegedett, ő nem tudott eljönni. De innen is megköszönöm Raffai Katalin tanárnőnek, hogy segítségével talán mindannyian jobban megismerhettük Bóca Gyulának kenyérbe töltött életét is. Végezetül azt kérem önöktől, hogy őrizzük meg emlékezetünkbe az egykori falunkban élt Bóca családot. Mindig emlékezzünk a múltunkra, mert nincs nagyobb kincsünk az emlékeinknél. Ezek az emlékek tesznek minket azzá, akik vagyunk, és akiké szeretnénk majd válni. Köszönöm. Megemlékezésünk végén énekeljük el a szózatot, és hallgassuk meg a takarodót. Trombitán játszik Sákhegyi Erik. Tisztelő vigyázz! Fogadás középről! Tisztelő lép! Thank you.
Tisztelő Vigyázz! Vigyázz! Végezetül egy pár személyes gondolatot szeretnék csak mondani. Akinek szerencséje volt, az hazatért szeretteihez, akinek nem, azok távoli földben hadusszák örök álmokat. Alig, hogy véget ért ez az első világháború, mint borzalom, jött az 1920. június 4. trianoni békediktátum, aminek ugye a 100. évfordulójára emlékezünk, és az országnak, ha úgy tetszik, a Szent Korona országának kétharmadát elrabolták. De van egy latin mondás szintén, mert a latin szeretem idézni, gutta cavat lapidum non vi sed sine cadendo, ami úgy hangzik magyarul, hogy a csepp kiválja a követ, de nem az erejével, hanem a gyakori esésével. Mert hogy voltak a dolgos, munkás és paraszt kezek, ott voltak a tudományos élet emberei, ott voltak a megfáradt anyák, akik 5 évig az apák helyett ellátták a gazdaságokat, és volt egy erős kormányzó, akinek a vezetésével egy új Magyarország épült. Én zárásként csak egy kérdést tenném fel. Vajon ez ma sikerülne? Köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt voltam. Tisztelő Vigyázz! Irányi felejtelső helyről utána lépés. Indulj! Őrsei! Ne! Irány után, őrsei! Én! Nújj!